A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy varázslatos ifjú hölgy a vendégem, aki nem mellesleg, egyáltalán nem mellesleg hegedűművész, az Alberigia Szimfonikus Zenekar szólamvezetője, Ilosfei Csenge. Örülök, hogy itt van velünk. Én is örülök a meghívásnak. No, hát nagyon sok változás volt az Alberigia Szimfonikus Zenekar életében. Megérkeztek például önök, megérkezett az új vezetés Ruf Tamással, Dobri Dániellel és mindenek felett Dobszai Péterrel. És hát azt gondolom, hogy nagyon jót tett ez a váltás a szimfonikus zenerajongóknak, hiszen a zenebarátok egy más stílust, egy új világot ismerhettek meg. És hát itt van ön is velünk. Bújtor Balázssal, ugye az első egedüssel már beszélgettünk, és nagyon fontos, hogy megismerjük mindazt, amit hozott magával, hiszen nyilvánvaló, aki ide kerül ideje korán, és ráadásul egy komoly beosztásba, ha úgy tetszik, bár ez rossz szó, a szólamvezetőre, az tehát megérdemelten jutott el eddig, annál is inkább, mert a pályafutása varázslatos, ahogy a személyisége is. Beszéljünk először is az indítatásról, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ugye Gyúróról érkezett, és egy kicsi lány miként választ magának zenét, hivatást. Tudta-e már ideje korán, hogy ez lesz az útja? Én egy nagy családba születtem, szüleim szintén nagy zenerajongók, és édesanyám a Zeneakadémiát végezte karvezető szakon. Szóval igazából így a vér által került a zene szeretete a szívembe. Nagypapám zeneszerző, szintén karmester volt, és az édesanyám testvérei közül ma is nagyon sokan a zenével keresik meg a kenyerüket, és ez a hivatásuk. Igazából elkerülhetetlen volt, hogy én a zené mellett kössek ki, de nagyban hozzásegített az, hogy a legidősebb nővérem szintén hegedűművész lett, és én kicsiként láttam, hogy nagyon sokat gyakorol, meg ott fogja azt a gyönyörű hangszert, és elmentünk a zeneiskolába édesanyámmal, és tulajdonképpen majdnem egyértelmű volt, hogy ez a hangszer lesz az én választásom. Hisz a kicsi gyermek szeretné követni a nővérét. Tehát ez volt az indítatás. Igen. Mikor derült ki, hogy kellően tehetséges ahhoz, hogy sokra vigye? Hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy aki elkezdi, az korán sem biztos, hogy végigviszi, függetlenül attól, hogy a családja mit szeretne. Hát ez így van. Sok és kemény munka előzi meg ezt. Nálam ez úgy derült ki, hogy a zeneiskolában egyrészt voltak ilyen kisebb versenyek, és a tanárom felkészített rá, és lettek is eredményeim. Illetve én a Szent István Király Zeneiskolába jártam, ami Budapesten Zuglóban található, és ott egy nagyon kivételesen aktív zenekari élet van már egészen kis zeneiskolás kortól. És már ott hamar koncertmester lehettem az ottani Tücsök Zenekarban, aztán később a Zeneiskolai Szimfonikus Zenekarban is. Ez mind a predesztináltak, hogy én éreztem, hogy én ebben ügyes vagyok, hogy támogatnak, hogy kapok olyan feladatokat, lehetőségeket, amiben például szólózhatok, megmutathatom magamat. Így hiába az elején nehézkes volt a gyakorlás, hisz az minden gyermek számára teher, mert sok lemondással jár. Hamar rájöttem, hogy igazából nem szeretnék mással foglalkozni, csak is ezzel. Tehát a tehetsége korán kiderült, ugyanakkor ehhez szorgalom is kell. Áttekintő készség és képesség ahhoz, hogy a monotonitást bizonyos értelemben megszokja valaki. Ez kézenfogva járt magánál? Hát mindenképpen kézenfogva járt. Bár mondom, az elején nem annyira tetszett, hogy ennyire sok munkával jár, de megérte. Meg az az öröm, amit az ember átél ilyen kiskorban is, hogy kapja a dicséreteket, a mindenféle pozitív megerősítést, az segít abban, hogy ez legyen a választás. Ki, illetve kik voltak a tanítómesterei, akikre szívesen emlékezik? Zeneiskolában, aki elindított ezen az egész úton, Pap Sándorné, Éva néni. Hát ő egy
legenda volt a zeneiskolában, akik hozzájártak, az mind nagyon szerették, és igenis tyúkanyóként vigyázott az ők kicsinyeire. Majd a konziban Győrbe kerültem, és ott is azért, mert egy igen neves hegedű tanár vonzereje annyira erős volt, hogy ott hagytam Budapestet, és nem bántam meg, mert végül 7 évet töltöttem Győrbe, a konziba, majd végül a főiskola alapképzésén, a bachelort is ott végeztem, és ott Molnár és Vikruha Márta volt az én mesterem, és ő az, akire így mai napig nagyon nagy szeretettel és visszagondolással fordulok, mert bármikor megkereshetem, ugyanúgy fogad és áll hozzám. Majd kérdezem, hogy mi a folyamatos fejlődés záloga. Nyilván a gyakorlás, hiszen az is kell a tehetség mellé. Ugyanakkor megjöttek a sikerek is, hiszen a konzisok országos hegedű versenyén is remek eredményeket ért el. Ez fontos egyébként egy ilyen megmérettetés egy fiú hegedűművésznek? Szerintem mindenképpen fontos, hisz ez sarkal, ösztönöz, motivációt ad a további munkára. Egy aktuális visszajelzést is kap az ember, hogy éppen jól csinálja azt, amit csinál. Az egy mindig egy pillanatnyi állapotnak az eredményét tükrözi egy verseny eredmény, és az nagyon fontos szerintem. Egyenes útja volt a felsőfokú tanulmányokig, mondom én, hiszen én belenéztem a hegedű diploma hangversenyébe, az egy igazi ünnep volt? Hát abszolút. Voltak egyébként az egyetemi évek alatt olyan, amikor egy kicsit elvesztette a kedvét? Igazság szerint az egyetemen már nem volt ilyen. Az egyetem az már annyira erősen csak majdhogy nem pozitív megerősítéseket hozott, hogy ott már nem is volt kérdés. És az egyetemen reltem rá az másik nagy szerelmemre, a kamarazenére. Mert ott lehetőség lett nagyon sok kamaracsoportot kialakítani, és különböző tanároktól órákat venni. Illetve a formációkkal is mentünk versenyre, egy országos találkozó is versenye Debrecenben minden évben, és ott annyira tényleg az ember összefor a másik zenésszel, a zenében, a kifejezésben, azzal, hogy hallom, és kicsit szólista is vagyok, de mégis a partnerség, az együttműködés, az alkalmazkodás hihetetlenül fontos, hogy az egy új távlatokat nyitott előttem, hogy én szeretnék a kamarazenével is foglalkozni a későbbiekben. Igen, a kamarazene nagyon fontos lehet az ön számára, hiszen olvastam, hogy a Princess együttesben is játszott, amikor a gyermeket várt a nővére. Igen, volt ilyen is. Tehát ez az egészen különleges. Viszont eljutott, ha még maradjunk a kamarazenénél, hiszen a Trio Energico, az én azt mondom, hogy elvitte a magyar klasszikus zene hírnevét a világban nagyon-nagyon sok helyre. Beszéljünk erről a csapatról, hiszen ez fiatal magyar művészekből álló csapat. Így van. 2015-ben. Önnel az élen. Igen. 2015-ben, tehát nem sokkal azután, hogy végzett, már is elindultak egy másik úton, ami nagyon-nagyon fontos. Így van. A győri ismerettség révén, a Zeneakadémián is a barátnőmmel gondoltunk, hogy egy olyan együttes kéne előre hívni, illetve hívni, ami tulajdonképpen a Zeneakadémia berkein kívül is megállja majd a helyét, és hogy tovább vihetjük az iskola után is. És rábukkantunk, rátaláltunk egy nagyon-nagyon tehetséges zongorista lányra, és az hamar kiderült, hogy nagyon működik köztünk a kémia, és hogy ezt szeretnénk mi komolyan venni, és csinálni, és együtt muzsikálni. Aztán adottak a lehetőségek, lett alkalmunk Milánói Expon például a Magyar Favilonba játszani, aztán pedig Lancasterben is voltunk egy meghívásra, ahol a világhírű Shanghai Quartet foglalkozott velünk. Továbbá tényleg voltunk Szófiában, játszottunk Bukarestben, úgyhogy szerencsére így valahogy mindig adódott valami újabb esemény, amire lehetett készülni, ami így összekovácsolt minket. Jól gondolom, hogy Mádi Szabó Eszter a barátnője. Így van. Hiszen, ezt gondolom azért, merem ezt kimondani, mert hogy már a diploma hangversenyén is játszottak együtt, és ő pedig tagja ennek a triónak. Abszolút. Mi a titka egy ilyen jó triónak? Szerintem elengedhetetlen egyrészt a barátság, az egymás iránti tisztelet, és a zenében való közös hang megtalálása.
Ez szerintem ez mindenki titok, plusz a közös szándék, hogy ezt szeretnénk éltetni és művelni komolyan. Tehát ez bizonyos értelemben eleve elrendelés, hogy egymásra találjon három zenészet. Igen, az biztos, hogy ez szükségeltetik hozzá, meg hát a közös sok munka, a szorgalmas munka, még az mindenképpen. Tehát ez a csapat továbbra is működik természetesen. Ez továbbra is működik. Egy szombaton fogunk fellépni például Budapesten, a 35. Mini Kortárs Fesztivál záró koncertjén, egy nekünk íródott darabbal, művel, úgyhogy már nagyon várjuk. No, egy kicsit beszéljünk, aztán természetesen megérkezünk Székesfehérvárra, mondom a fehérvári nézőknek is, de beszéljünk azokról a zeneszerzőkről, amelyek vonzzák a fiatal tehetséget, aztán később a kiérlelt hegedűművészt ugyanúgy. Szerintem ez minden életkornak a sajátosság, hogy változik az ízlés, hogy éppen kihez húz az embernek a szíve. Én például most kezdem felfedezni Mozart szimfóniáját, hogy mennyire békét adó, ragyogó frissességet ad. De régebben például nagyon, nagyon kötöttem Sostakovicshoz, a diplomámon például Sostakovics kvártettet játszottam, de Brahmsot is nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy nem tudnék kiemelni egy-egy nagy kedvencet, de minden zeneszerzőnek meg lehet találni azt a művét, ami igazán kedves lehet. Tehát a trió az továbbra is működik. Abszolút. És nyilvánvaló, hogy azonban igazán kiteljesedni valaki a trión és a szólón kívül egy zenekarban tud. Igen. Hogy kezdődött a zenekari karrierje, a nagy zenekari karrierje? Úgy, hogy a Zeneakadémia ideje alatt én Szenthelyi Miklós professzorhoz kerültem, akinek van egy magyar virtuózok kamarazenekar zenekara, ez egy vonózenekar, ahova úgy gondolta, hogy meghív engem is játszani tagnak. És miközben már ebben a zenekarban játszottam, adódott egy próbajáték a MÁV szimfonikus zenekarba, és tulajdonképpen az a sikeres lett az a próbajáték, és ott elkezdtem ezt a nagy zenekaros életet. Az egy évig tartott, majd kiderült, hogy várandós vagyok, és megszületett a kisfiam, de egyébként jelenleg is a MÁV szimfonikus zenekar tagja vagyok, és abban a szerencsében lehetett részem, hogy már ott is koncertmesterként. Így tulajdonképpen abból a hívásból jöttem ide is Fehérvárra, hogy ugye az agglomerációban vagyok, tulajdonképpen vonzás körzetben, és nekem tetszett ez a város, én szeretem ezt a kisebb, vagy hát Budapesthez képest mindenképp kisebb vidéki ilyen hangulatot, hisz Győrben tanultam, engem ez vonz, ez az ilyenfajta helyszín. És emiatt mindenképp úgy gondoltam, hogy eljövök ide és megpróbálom a próbajátékot a zenekar. Igen, ez nagyon-nagyon fontos időszak nyilvánvaló, hiszen a MÁV szimfonikusokról nem kell a klasszikus zene rajongóknak sokat beszélni, tudják, hogy ott vagy van az élvonalban. És a döntés előtt figyelembe veszi-e, hogy milyen elképzeléseket fogalmaznak meg? Tehát itt gondolok a vezetőkarmester, művészeti vezetőkre, illetve Dobri Dani személyében a kortárs művészeti vezetőre. Fontos-e az egy hegedűművésznek, hogy milyen repertoár áll rendelkezésre, hiszen nyilván a MÁV szimfonikusoknál megszokott valamit. Igen, igen. A triónál a saját maga döntése mentén játszik. Itt azonban más fogadta. Mindenképp vonzó volt az, hogy a megközelíthetősége a zenekarnak, illetve az, hogy Dobszai Péter ide került, és egy fiatal, lendületes, nagyon tehetséges karmester személyében áll ő, és tulajdonképpen ez mindenképp vonzerő volt számomra, meg a kollégák sokat meséltek Fehérvárról, akik itt zenélnek, és úgy éreztem, hogy ez egy nagyon barátságos hely lehet, ahol ezeket a koncertmesteri ambícióimat kipróbáltam és megtanulhatom. Ez egy fontos állomás nyilvánvaló. Igen. Mint ahogy az is, hogy egyre szélesebb körben terjed el a klasszikus zene szeretete itt Fehérváron is. Igen. De mennyire fontos például, hogy kitekintsünk a külföldre, ez egyértelmű, de az, hogy lemezek készülnek, DVD-k készülnek, CD-k készülnek, az azt hiszem, hogy egy hozzáadott érték. Mindenképpen. Szerintem ez nagyon fontos, hisz így vihetjük el az üzenetet a zenének a,
a varázsát. Igen, mert itt olvastam, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ugye megjelent a Korszakok gyöngyszemei. Ez egy fontos állomás mindenképpen. Igen, ezt akkor vettük fel, amikor 8 hónapos várandós voltam, úgyhogy az egy különleges emlék az életemben. Beköltöztünk kvázi 4 napra a Hungaroton stúdióba Budapesten, és hosszú-hosszú órák alatt megszületett ez a CD, ez a korong. Mindenképpen egy nagy és fontos mérföldkő volt a triónk életében. Mi fogadta itt Fehérváron? Tehát hívták, jött, megerősítést kapott, hogy igen, itt is a helye, tehát nem csak a MÁV szimfonikusoknál és a triónál. Milyen volt ez a csapat első látásra? Egyáltalán kell-e tájékozódni előre, amikor valakit meginvitálnak egy zenekarban? Vagy önmagában Dobszai Péter személye az megerősítés volt, hogy igen? Mindenképp egy új helyen szerintem nagyon jó feltérképezni a helyi viszonyokat, a zenekarnak amikor belépsz bele egy próbaterembe, akkor érzed a hangulatot, hogy milyen a hangulat, hogy elfogadóak, támogatóak-e, vagy van egy harmónia az emberek között. Szóval ez mindenképpen fontos, és úgy éreztem, hogy itt nagyon lelkesek az emberek, hogy szeretnének tényleg jól muzsikálni, és ugye emiatt készek arra, hogy javítsanak, és hogy hiába vagyok én fiatal, azt éreztem, hogy támogatóak. És ez nagyon fontos szerintem. Mennyire hangsúlyos a repertoárváltás, és óhatatlanul egy szimfonikus zenekar néha persze találkozik a repertoár, de általában azért külön-külön a művészeti vezető gondja, hogy mit szeretne játszatni. Szerintem én nekem nagyon kedvesek ezek a repertoárok, amiket itt Péter és a vezetőség talál ki igazából. Szerintem ilyen tényleg még azt gondolom, hogy a laikusok számára, meg a fiatalság számára is megkapó műveket hallhatunk a koncerteken felcsendülni. Milyenek az eddigi tapasztalatai? Tudjuk, hogy megkezdődött az idei évad, ugye a Térélmény 2-vel, az fantasztikus volt, nem igen. Különben ez a Kérdezze a karmestert, azt hiszem, hogy az egyedülálló ebben az értelemben, korán sem véletlen, hogy ilyen sokan voltak zeneszeretők, de eddig milyen volt? Hát igazság szerint én most fogom az első koncertemet adni a zenekarral, mert sajnálatosan a nyári koncert próbái alatt lebetegedtem, és azt kénytelen voltam így kihagyni. Úgyhogy egyelőre ezek a tapasztalataim, most fogom igazán elkezdeni a munkát a zenekarral. Próbáról érkezett, mit így próbálnak? Most egy nagyon izgalmas műsort fogunk játszani. Grieg Holberg Suite, Mendelssohn Bonus szimfónia, illetve egy nagyon különleges Debussy hárfára írodott művét játsszuk. Továbbá egy magyar mű is felszólal Farkas Ferenc írásában. Régi idők táncai új köntösben, és ez lesz most csütörtökön itt Fehérváron. Otthon egyébként játszik már a babának? Ó, hát már 3 éves lesz. 3 éves már? Igen. Már nem baba. Ó, zene szeretetben és zene hallgatásban fejlődik, persze, mert a férjem is zenész. Akkor úgy, nincs kétségem felőle, hogy lesz utánpótlás. Valószínűleg tartom, hogy... Nos, hát én azt kívánom búcsúzóul, hogy a világ, Európa, Budapest, Győr és Gyúró után találjon otthonra itt Székesfehérváron is. Örülünk, hogy itt van velünk, és természetesen figyelemmel kísérjük, ahogy eddig is a szimfonikus zenekar működését, és azt is meglátjuk majd, hogy a szólamvezető miként vezeti azt a szólamot. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar hegedű szólamvezetője Ilosvai Csenge volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.